Kedves kollégák, majdnem nagyon nehezen most folytani ezt a szép beszéd után, hogy a szó fogni. Főleg még nem ittam alkoholos, és tudjadok a jó magyarul csak lehet kifejezni két fröccset után. Szóval ez jelent nekem ez egy óriás nagy öröm, ez egy nagyobb örök, ami addig létrehoztunk, és ez miért mondom, ha nem biztos lett volna, most lesz nyári buli, vagy nem, akkor mondom az évnek, legalább fölhúzom az én okam, akkor mindenféleképpen lenne. Én nagyon jól érzem magam egy bolyon, én jól érzem magam veletek együtt, nem csak bulizni, együtt dolgozni, és most már nagyon szeretnék megköszönni az addig létrehoztatok teljes mérőt. Nagyon köszönöm szépen. A jövőre, ami megígértem neked itt bolyon, mint magyar cégek közül is mindenhol lesz fejlesztés, de bajod lesz, de abszolút a legnagyobb fejlesztés. Föcsöndés, stancolás és a szerelés. Aki még fél év ezelőtt nem volt ennyire tiszta, most egy csomó új munka érkezett itt, lassan töltik vissza a csarnokok, és az Éva, illetve a Júlia nagyon közelebb kaptam itt a helyen a kedves Jóska szembe. Ezért már este is fogunk egy pár szó, ahol beszélni, milyen lehetőség kapunk itt az önkormányzat részről, milyen támogatást tudunk fejleszteni. Mi, mint családi vállalkozó, mi szívesen akarunk, mi fogunk, egyedül képtelen vagyunk, egy kis támogatás kell, segítség. Én biztos vagyok benne, ahogy ismerem, az itteni ember, ez sikerülni fog. Most már megköszönöm az alig létrehoztatok teljesítményt, és nagyon örülök az együttműködés, de főleg most örülök a vacsorához. Köszönöm szépen mindenkinek, kívánom egy jó mulatság, a jó bulizás nektek, nekünk. Köszönöm szépen, és jó vágyot, jó mulatság. Köszönöm szépen. Sokarcba, ugye röviden egyszerűen hangsúlyozom, nem köcsögba. Tehát szeretném a tévhiteket elosztani a köcsögbe, tehát egy néprajzi dolog, tehát a köcsögbe aludtejet és lekvárt tartottak, tehát az nem főző edény. Sajnos ezt Mohácson is nagyon sokan mondják, hogy köcsögös bab, nem cserepes, vagy sokarcba, bármit lehet mondani, de nem köcsög. Abban nem főztek. Ha már sokacbabot főzünk, mi más lehetne, mint egy kis sokaczene, egy kis busó bemutatóval. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!
Újban még nem sikerült Áimot felköszönteni az 50. születésnapi alkalmából, ezért fogadjátok szeretettel ezt a kis köszöntést. Mai rendezvény, melynek mottója kismértékben születésnap, nagymértékben nyári, e kell a nap, ahhoz a pontjához érkezett, mikor az ünnepeltet bolyban is felköszönhetjük. Azt a kedves személy, aki elmondása szerint túl van élete egyharmadán, tele van célokkal és megoldandó feladatokkal. Mikor sok évvel ezelőtt Magyarországra jöttél, talán még nem is sejtetted, hogy álmaid és terveid ilyen gyorsan és eredményesen megvalósulnak. Azt pedig végképp nem, hogy lesz egy cég délen, egy kis városban, itt Bolyban, ahol ennyi szeretett szempár figyel téged, és köszönt születésnapod alkalmából. Szili napod nemrég volt, s ez alkalomból vagyunk itt most. De nem csak születésnap, hanem Ekerle családi nap. Melletted vagyunk, becsülünk és óvunk, s kívánjuk, sok éven legyen még nagyon boldog. Énekünk neked boldog születésnapot, és együtt kívánunk mára gyönyörű szép napot. Boldog születésnapot! Nem, nagyon köszönöm szépen, ez egy óriás meglepetés. Ez egyszerűen nagyon köszönöm szépen nem csak az Évának, mindenki ezzel, a családi vállalkozó vagy vállalkozó család vagyunk. Én egyszerűen komolyan érzem magam veledek. Köszönöm. Seven.